Teljes a káosz a Jobbikban, mondja a párt parlamenti frakciójából kizárt Volner János, aki szerint a jelenlegi elnök Vona Gábor utasításait hajtja végre. Itt lesz Zé Kárpát Dániel a Jobbik alelnöke. Modern, ütőképes nemzeti hadsereg felépítésébe kezdett a kormány, amely egy most benyújtott javaslat szerint 8000 fővel emelné meg a honvédség létszámát. Újraindul a magyar hadipar. Vendégünk Szene Zoltán, volt vezérkari főnök. És itt van már a stúdióban, ahogy ígértem, Zé Kárpát Dániel, a Jobbik országgyűlési képviselője. Jó estét kívánok, képviselő úr. Szép estét kívánok a kedves nézőknek. Kezdjük azzal, örülök, ugye, hogy a viszontlátásnak, hogy újra meghívást kaptam a Hír TV-be. Ide bármikor meghívást kaphat, nagyon és hogyha köszönöm. Elfogadjak a szeretettel, látjuk Szabó nagy Balázs, szeretettel. A Szekszárdi Jobbik volt vezetője, ugye azt állítja, ez most már a sajtóban megjelent, hogy az önök pártigazgatója Szabó Gábor a regionális vezetőknek pénzt osztott, ugye azzal az utasítással, hogy hogy a szervezet tagjai ezt fizessék be a postán, a párt számlájára támogatásképpen. Milyen célt szolgáltak ezek a tranzakciók? Én is olvastam a híreket. Szeretném megkérni szerkesztő asszonyt, hogy a kérdésbe ne fogalmazzon meg sejtetést, hiszen itt vélt tranzakciókról beszélünk, tehát semmi nem támasztja alá azt, hogy a valóság mezején történt ilyen. Szabó Balázs egyszerűen hazudik, és a Jobbik a legsúlyosabb jogi eszközöket fogja igénybe venni annak érdekében, hogy a hasonló intézményesített hazudozástól elvegye a hasonlók kedvét. El is mondom, miért gondolom intézményesítettnek. Azért gondolom intézményesítettnek a hazudozást, nem csak Szabó Balázsit, és kitérek erre is nagyon röviden, ha megengedi, mert a Jobbikban a karrierútjukat meg nem talált személyek, ennek a közösségnek a tagjaiként semmiféle kifogást nem emeltek a Jobbik ilyen vagy olyan működési pontjai ellen, majd a távozásuk után pár nappal látszólag megvilágosodnak, és intézményesített módon 2-3 naponta fog valamelyik érintett távozó a Fidesz-KDNP médiájának támogatásával előállni valami hasonló képtelen történettel. Tehát most megjósolom, szerkesztő asszony, itt ebben a szent pillanatban, hogy 2-3 nap múlva valamelyik másik volt regionális igazgató, aztán egy következő ki fog állni ugyanezekkel a történetekkel, és az összes szemenszegett hazugságért egyértelmű, hogy jogi elégtételt ne jósoljon, képviselő úr, arra válaszoljon nekem, ugye, hogy Árgyalán János, ugye a Fejér, Győr, Moson, Sopron megyei volt regionális igazgató, és Császárné, Kollár, Tíme, a Pest megyei is azt állítja, hogy voltak ilyen pénzmozgások. Ő most azt állítja, hogy ők mind hazudnak. Nézze, ha Simicska Lajos pénzelte volna ilyen vagy olyan formában, ahogy azt a Fidesz média, és ami kivált volt bajtársaink, és nagyon sajnálom, hogy volt bajtársakról beszélek, de hát ők megtalálták a helyüket a NER-ben a jelek szerint. Ha mindez igaz volna, szerkesztő azt mondja, hogy kérdezzek én is. Ön szerint a Jobbikot fenyegetné több százmilliós ázbírság? Hát nem fizettük volna ezt vissza könnyedén? Akkor fel kellett volna adnunk a Bécsi úti pártirodát? El kellett volna bocsájtani munkavállalókat? Ezek feltételes kérdések. Nem pénzelte Simicska Lajos a Jobbikot? Nem pénzelte Simicska Lajos a Jobbikot. Szemenszedett hazugságokról van szó. A plakát kérdést is levitatkoztuk egyébként már ebben a stúdióban is többször. Én most ezt nem is nyitnám meg. Most vagyok. Ezekről a pénzmozgásokról nyitott vagyok az újabb vitákról is, de szerkesztő azt, hogy most vélt pénzmozgásokról beszél, amit olyan kiugrott emberek vizionálnak és állítanak, tehát nem a valóságról, egy vélt tényről, tény tömegről beszélünk, amit olyan emberek állítanak, akik pár napja, hete, hónapja, még ennek a közösségnek az érdekében nagyon nagy hangon megjelentek, akár a médiában is, és hogy egy példát mondjunk, ugye az említett Szabó Balázs szavahihetősége kapcsán, anélkül, hogy megítélnék bárkit, csak a tények talaján, Szabó Balázs azt állította, hogy a Jobbik képviselői, a Jobbik vezetése leállította őt a Hatházi Ákos családtagjait illető korrupciós ügyek feltárásáról. Ugye ezt önök is olvasták a Habony Média bizonyos szegmenseiben, igyekszem én is felkészülni egy ilyen interjúra én is. Tehát ilyen szemenszegett hazugságokkal szemben a telefonomat azért is tartottam magamnál, hogy meg tudjam mutatni szerkesztőasszonynak és a televízió nézőknek is. Például egy meghívott sajtótájékoztatóra, ez 2016. május 31. kedden történt meg, és hát elmondható, hogy itt is, majd még további tájékoztatók alkalmával, országgyűlési képviselővel együtt, Magyar Zoltán barátommal együtt beszélt Szabó Balázs arról a kérdésről, amiről állítólag a Jobbik letiltotta. Itt van egyébként ügyről, a sajtótájékoztató teljes meghívója. Nem kérdeztem a Hatházi ügyről, beszéljünk másról. Ugye azt mondja, hogy a személyes karrierjüket, akik nem találták meg a Jobbikon belül, most azok vádaskodnak, nyilván sértettség után. Többségében ez Bilágos, így van, nyilván van, nem ugye, minden egyes esetre igaz. Itt van Torockai László, Dúró Dóra, aztán itt van Volner János, Apáti István, Fülő Perik, ők mind távoztak, vagy a pártból, vagy ugye legutóbb most még csak a frakcióból. Ők nem találták meg a személyes karrierjüket.
karrierjüket ön szerint a Jobbikban? Mert hogy ők is komoly és meglehetősen kritikus állításokat fogalmaztak meg a párt működésével kapcsolatban. Így van, és ez egyébként szívük joga, tehát mindenkinek szíve joga elhagyni egy közösséget. Természetesen, ha ezt megteszi, akkor a közösség színében szerzett mandátumot, nem tudom, szerkesztőasszony, hogy gondolja, etikus megtartani? Tehát, ha egy közösség szimpatizásai, szavazói szavaznak egy képviselőre, ő képviselő lesz, aztán úgy gondolja, hogy másfelé megy tovább az élete, a munkaviszony megszüntetése után megtartjuk a céges autót. Ugye nem a mandátumról kérdeztem, hanem arról, hogy ők a személyes karrierüket nem találták, megsértettek, ezért nem igaz az állítás. Számos esetben olyan megtört karrierutakat láthatunk, ahol nem teljesült az érintett vágyába, más esetekben nem. Tehát én ezért használtam a többségében kifejezést. Bocsánat, ugye még az Iránytű Intézetnek a felméréseire emlékszem, ők szinte a legnépszerűbb politikusok a Jobbikban. Nézze, a népszerűség és a különböző vágyámak, karrierutak nem találkozása egyáltalán nem zárják ki egymást. Ugyanakkor én szeretném felhívni De Volner Jánossal kapcsolatban ön például hogy szavazott Volner János kizárására? Szerkesztő azt, hogy ugye nem gondolták komolyan azt a kérdést, hogy a Jobbik belső viszonyairól én bármilyen részletet, bármilyen árnyalatot itt meg fogok osztani. De miért mondjuk ezt a döntését, ezt nem vállalná föl nyilvánosan, vagy támogatta, vállalom, vagy nem? Csak nem lehetetlenítem el a közösségem leendő munkáját. De ezzel ellehetetleníti? Megmondom, szerintem ellehetetleníteném, igen, ezt ön is nagyon jól tudja, hiszen az egyik legfelkészültebb magyar riporter, hogy egy Fidesz elnökségi ülésről azért nem beszél ki árnyalatokat senki, mert akkor a következő ülésen hogy mondaná nyugodtan a véleményét mindenki, ha attól kéne tartania, hogy a következő televíziós adásban ez visszaköszön, és 5000 revolverezni fogják, tehát képtelenséget kérdez. Mi a szándékuk Volner Jánossal? Kizárnak a pártból is? Nézze, nem az 50-es években élünk, esetleg a Fidesz módszereiben, tehát azt kell, hogy mondjam, lesz egy tisztességes vizsgálat, amit az arra hivatottak fognak lefolytatni, tehát nem én a párt alelnökeként. Talán megfigyelte szerkesztő asszony, hogy én nagyon tartottam magam ahhoz, hogy korábbi bajtársakról így minősítéseket, jelzőket, azt úgy hanyagoltam, nem ragadtattam magam ilyesmire. Engem tudja, mi érdekel? Az, hogy a jobbikos ellenzéki képviselők miután megakadályoznak kilakoltatásokat, érdemi eredményeket tudnak felmutatni magyar emberek érdekében, érdekes módon pár napra rá, miért jön egy cunami a Fidesz-KDNP médiájában, egy körlevél, amit aztán gyorsan kiposztol valaki, amit aztán észrevesz a Magyar Idők, amit aztán a Habony Média végig túlnézik. Mert ezek lényegi kérdések. A kilakoltatások a lényegi kérdések, nem a jobbikot elhagyók köre a probléma. Az a probléma, hogy Magyarországról százezrek kényszerűségből távoznak. Ez a probléma. Az önök volt frakciótagjai nyilatkoznak a pártról. Mi köze ehhez a Fidesz médiájának? Más médiában is megteszik ugyanezeket a nyilatkozatokat. Az, hogy én, mint a Jobbik képviselő, nyilvánvaló módon nem kapok akkora médiateret, mert valós problémákat boncolgatok, mint a kivándorlás, mint amilyen a kilakoltatások megakadályozása. Önöket is szeretettel várjuk a következő alkalommal a kilakoltatásra, majd szeretnék kérni itt egy címet a stúdióban, ahova küldhetem a sajtómeghívót. És az, hogy a rólunk főprofilszerűen alkotott negatív véleményeknek tetszenek kizárólagos talajt adni, ez véleményem szerint de nem egyenes út, nem korrekt út, nem a tisztességes tájékoztatás útját járják ezzel, és egy tisztességes demokráciában ennek meg lennének a jobb következményei. De bocsánat, most azt állítja, hogy nem a tisztességes tájékoztatás útját járunk, amikor a Jobbikból kiszivárgott hangfelvételek pont azt bizonyítják, hogy önök nem akarják tisztességesen tájékoztatni a tagságukat arról, hogy mi folyik a pártban. Az, hogy gond van a párton belül, az nyilvánvalóan a nyilatkozatokból, abból, hogy egymás után lépnek ki a politikusok, és itt van ez a hangfelvétel, amelyen többek között ön is beszél, és ezzel az hangzik el, hogy azt a látszatot kell fenntartanunk, hogy itt nincsen pártszakadás, akkor ki nem követi a tisztességes tájékoztatást? Szerkesztő asszony, nettó hazugságokat terjeszt ebben. Bocsánat, az esetben. Ez egy hangfelvétel. Nézze, a hangfelvétel tessenek leellenőriztetni szakemberekkel. Ezen nem ön beszél, ezen a hangfelvételen. De én beszélek, de egy manipulált, megvágott hangfelvételről beszélünk, ahol egyébként az általam írásban is már korábban előadott gondolatokat az utolsó szóig vállalom. Én szeretném elmondani szerkesztőasszonynak, hogy itt nem a Jobbik jár a hazugság útján, természetesen vannak kilépők, vannak belépőink is, vannak inaktivitás miatt feloszlatott szervezetek és új szervezeteink, de a hazugság útján szerkesztőasszony az jár, aki a Jobbik belügyeiről főprofilszerűen műsorokat gyárt, aki a Jobbik belügyeit támadja főprofilszerűen saját politikai teljesítmény helyett, itt ugye a Mi Hazánk mozgalomra gondolok, és az jár a hazugság útján, aki elhazudja, hogy civil aktivisták,
ellenzéki képviselők, jogvédők és alternatív média szolgáltatók, mert önök sajnos nincsenek ott segítségével, a kilakoltatások, a jogsértő kilakoltatások megakadályozásra kerülnek, és valós problémákat tetszenek elhallgatni. Bilányos. Nem a valódi Magyarországról beszélnek, maradjunk ez önöknél, a fő probléma. De most ön engem vádol, én pedig kérdéseket teszek föl. Nem, személy szerint önt vádolom, de ön is része ennek a gépezetnek, ez eltagadhatatlan. De ön viszont a Jobbiknak része, és így nem van. Válaszol a kérdéseimre. Itt van ez a hangfelvétel, még egyszer mondom, amint többek között elhangzik az, hogy a torockai bagást hitelteleníteni kell. Ez miféle, ez régóta bevett szokás például a Jobbikban, hogy lejáratják a politikai ellenfeleiket, vagy hitelteleníteni? 130 vesztes sajtóperrel a hátuk mögött. Önök, mint a Fidesz-KDNP privát házi, lakálymódon viselkedő médiahálózata kioktatnak bárkit Magyarországon arról, hogy esetleg lejárat politikai ellenfeleket. Szemöldök csipeszezés, hazudozás után de iparszerű. Kérem, úr, 130 elvesztett sajtóper szerkesztő azt, arra, hogy hát ez egy interjú, hogy bárki mást vádolnak azzal, hogy lejárató kampányt folytat Magyarországon. Ön minősítésétől, nem legyen minősítettem, a Habony média de folyamatosan minősíti azt a televíziót is, ahol most ülünk, jól lehet meghívtuk önt, és más sem tesz, mint minősítget, ahelyett, hogy válaszolna a kérdésekre. Szinte egyetlen egy kérdésem, de sem válaszolt. Itt van ez a hangfelvétel, ez egy bizonyíték. Elismerte, milyen hogy bizonyíték? Ezen... Egy hamisított hangfelvétel szerkesztő, azt mondta, ne vicceljünk egymással. A hangját, azt mondta, hogy elismerte, az összes állítását, amin azon elhangzott, nem? Azt mondtam, hogy már írásban korábban megerősítettem az összes ott elhangzó állításom hitelességét, bilagos, és nyilván tehát azt is, ami nem hiteles. Az, hogy a tehát egyértelmű, hogy a gondolataimat vállalom. Nem, én nem hiteltelenítettem iparszerűen senkit, ezt szerkesztő asszony is tudja. Azt a látszatot kell fenntartanunk, hogy nincs pártszakadás. Ez is elhangzottat, igaz? Nézze, végigmehetünk grammatikailag az összes mondaton, és én mindegyikre válaszolni fogok. Értem én, de hogy nem, erről szeretnék a műsoridőt végigvinni, csak én nem leszek biodíszlet az önök játékában. De nem biodíszlet, arról szól ez a történet, hogy elvesztettek, úr, elvesztettek 130 lát. Sajtópert, a Habony Média teljes hálózata folyamatosan lebukott azzal, hogy hírt hamisít, hazudozik, most hangfelvételeket szivárogtatnak ki szervezetmódon, és nem leszek biodíszlet ebben, önre figyelek végig, de nem leszek bábú az önök játékában. 130 elvesztett sajtóperüket követően nem érzem úgy, hogy joguk lenne bárkit is számon kérni, minden kérdésére válaszoltam. Nem válaszolt egyre sem. De és a továbbiakra is válaszolni. Nem válaszolt egyre sem. Mivel ekészte le magát a zsurpubi.hu? Nézze, tőlem távol állnak a lejárató típusú cikkek. Egyébként az érintett hangfelvételben egy meg nem vágott mondatban azt is hallja a szerkesztő asszony, ahol elmondom azt, hogy a hazugságnak minősíthető híreket nem szabad, nem illik terjeszteni. Ezt miért nem emelte ki ebben az igen jó hiszemű interjúban? Úgy gondolom, hogy egyértelműen tendenciózus ez a beszélgetés is, amit most folytatunk, nem valós problémákról szól. És én szerettem volna úgy meghívástatni ide, hogy adott esetben programpontokról, bérlakásprogramról, kilakoltatásokról beszélhetünk, és arról, hogy a jobbikos képviselők miért nem fogadnak el luxusrepülőutakat oligarcháktól, azok pedig, akik önöknek a megrendelést adják, miért igen? Mivel ekészte le magát a zsurpubi.hu? Nézze, felteheti még 25-ször ezt a kérdést. Csak én nem kívánok biodíszlet lenni az önök játékában. Az előbb válaszoltam arra, hogy tőlem távol áll bármiféle lejárató cikk, megalkotása. Nézze, ne próbáljon a számba adni gondolatokat. Még egyszer mondtam, nem fogok részt venni biodíszletként ebben a játékban. Az összes kérdésre egyértelműen az őszinte saját magánvéleményemet mondtam el, és ettől nem is kívánok tágítani. Világos, ugye a kilépések kapcsán, amit hát úgy látszik, hogy szeretnének eltagadni mind a közvéleménytől, mind a tagságtól, hiszen az ön szájából hangzik el ezen a hangfelvételen, hogy majd kiléptetünk tagokat, és aztán beléptetjük nem őket. Nem hangzott el ilyen szerkesztő, azt mondja, kérem, hogy maradjon az igazság talaján. Ezt mondta, akkor kirúgjuk őket, és majd visszavesszük. Kérem, maradjon az igazság talaján, nem hangzott el ilyen. Ezt ön mondta. Ne, szerkesztő azt mondja, hallgassa vissza, akár kirugunk, megvágott, manipulált felvétel. Valakit kirúgunk és beléptetjük. Akkor az előbb miért használ többes számot, hogyha most egyes valakit számot használ? És az előbb többes számot használ, szerkesztő azt mondja. De most kérem, képviselő tényleg ebbe köt bele? Azt ebbe mondta valakit, bele, igen, mert ön egy tendenciát vizionál oda, ahol egyes számot használtunk, és ahol ön is nagyon jól tudja, ez a mondat, hogy egy gyengén sikerült viccet sütötte valamelyikünk, és erre nevetés volt a válasz. Ezt ön is látja az ön előtt lévő tableten a felvétele. Ne vicceljünk, kérem szépen, nem leszek biodíszlet a játékunkban. Úgy látszik, hogy nem sikerült dülőre jutnunk, sem a kérdésekre választ kapnunk, de az én kérdéseim korrektek voltak, egyáltalán nem. Amikor a meghamisított felvételhez képest is hamisítanak a kérdésében, azt egyszer azt mondja, hogy hamisított felvétel, egyszer azt mondja, hogy elismeri, ami azon elhangzott, és vállalja utólag is írásban. Szóval kétszer válaszoltam erre a kérdésre. Kérem szépen, hogy ne próbáljon csak ellentmondásosan vele. Nincsen benne ellentmondás, és ne próbáljon olyat a számba adni, ami nem hangzott el. Ön is tudja, hogy nem hangzott el. Kérem, hogy tendenciózusan a hí
hírhamisítást többes számban mondtam, be. De hát az nem hírhamisítás, hogyha én valamit többes számban mondok. Ha én valamit egyes számban mondok, és erre egy társaság felnevet, és ez egy vicc, ön pedig komolyként apostrofálja többes számban rendszer szinten kivetítve országosan, ne haragudjon, ez a hamisítás csimborasszója. Zé Kárpád Dániel, köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a megtisztelő meghívást.